Sziasztok! Ez itt a múltra való. Ma fánkot fogunk készíteni. Gondoltátok volna, hogy a fánk már a korújkorban is közkedvelt eledel volt? Ha persze nem a ma ismeretes farsangi fánk, vagy a népszerű lukas közepű fánk, hanem ezeknek az ősei. A 16-17. Században többféle olyan ételt, amelyet vajban sütöttek ki, fánknak neveztek. Például korabeli herbáriumokban és kertészeti művekben bizonyos fűszer és gyógynövényeket, mint például a mentalevelet, vajban fánk módjára sütöttek ki. Vagy például, ha almát vagy barackot kadócba mártottak és vajban sütötték ki, akkor almafánknak vagy barackfánknak nevezhették. Ma az előző főzős videóban már ismertetett szakácsmesterségnek könyvecskéjéhez nyúlunk ismét, és ebből készítünk el két fánkreceptet. Így készül a főkötős fánk. Csinálj kadócot, azaz liszt és tojáskeverékéből készült tésztát néki, mint az almafánknak. Azután egy tiszta csupornak a fenekét lyukazd meg, mint egy borsószám, tiszta meleg vaj légyen a tűznél serpenyőben. Azután töltsd a lyukas fenekű fazékba a kadócot, amennyit ne akarsz rántani, csorgassa vajba a csuporból annyit, hogy egészen vehest ki. Mikor sütöd, szép sodor lészen. Mikor úgy gondolod, hogy megsült, vedd ki rostás kanállal, és nátszukorral édesítsd meg felül, és tálald fel. Így készül a körtvéfánk, azaz körtefánk. Végy édes tejet egy fazékba. Törd egy néhány tojásnak a sárgáját, a fehérit tartsd egyéb szükségedre. Úgy, hogy mennyi tej, annyi tojás sárgája. Abba tégy lisztet, igen jól keverd el, és egy kanálka élesztőt is tégy bele. Jó sűrűn kell hagyni, azonban ruhával fedd be a fazekat. Tedd meleg helyre, hadd keljen meg. Idő meg kell, darabonként dobd forró vajba, és mikor megsül, egy kis szálkával szedd ki. Mindúgy cselekedjél, és igen szépen felpuffad és gyenge lesz. A tálban nátszukorral hinsd meg. Ha az nincs, egyéb mézzel hinsd meg. Vidd az asztalra. Némelyek a tojásfehérjét is beleverik, de nem leszen olyan porhanyó, mint mikor csak a sárgájával csinálják. Tégy ízlésed szerint, amint szereted. A neve ellenére nem tartalmaz körtét a sütemény. Bornemisza Anna szakácskönyvében is találunk fánkrecepteket. Ezekből csak kettőt részleteztek. Az egyik annyiban hasonlít a mai fánkokhoz, hogy kör alakúra formázták, viszont az alapja vajas tészta. A másiknak a tésztája hasonlít a fánkéhoz, viszont ez egy mazsolával töltött és hajtogatott, vajjal sült kalácszerű sütemény, amely jobban alátámasztja a fánk szó eredetét, mert hogy a fonék, fonadék, fonott kalács szóból ered. Először a főkötős fánkot fogom megkóstolni. Hogy ízlik? Olyan, mint a palacsintát ennék. Majdnem olyan jó, mint a sörleves. Hát, de milyen fánkhoz szoktunk hozzá? Na jó, az borzalmas volt, de ez... Én nagyon finom. Ez finom. De palacsintaszerű. Ez pedig a körte fánk. Hogy ízlik? Ez finomabb. Rendkívül finom. Ez jobban hasonlít arra, amit a nagymamám szokott sütni. Ez tényleg sokkal jobban hasonlít egy fánkra. Finom. Mind a kettő nagyon jó, nem tudok dönteni közülük melyik a jó. Nekem mind a két fánk verzió nagyon ízlik. A főkötős fánk valóban a palacsintára emlékeztet a legjobban, de ez végül is egy palacsinta tésztából készült. Nekem még jobban is ízlik, mint a palacsinta. A körtefánk pedig a szalagos fánkra emlékeztet a legjobban. Az, hogy miért körtefánk a neve, azt nem tudom, de elképzelhető, hogy az alakja miatt esetleg nekik körte alakúra sikerült ez a fánk. Minden esetre nekem ez is nagyon ízlik. Próbáljátok ki a receptet, és írjátok meg nekünk kommentben, hogy hogy ízlett. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve kövessetek be minket YouTube-on. Sziasztok!